A virgát, kérem szépen, mondom ki, vagyok akadva rajta, hogy ilyen öreg motor is ilyen szép. Ugye itt is le kell szedni a kipufogó rendszert, le kell szedni ugye az egész komplet lábtartót. Úgy jön le a deck, mivel kuplungozni kell, és befolyik a karburátor, abban minden is szírszar megjött. És akkor itt van nekünk az visszajáró vendégünk. Át kellett cserélni a gumikat, felmarnak rajta a vadonatos gumik. És ugye itt eljutottunk oda, hogy ugye ki vannak szedve a csavarok, más baj ennek a motornak nincs, ezt legutoljára a karburátorját én raktam rendbe. És az van, hogy ugye a csavar, tehát hogy érthető legyen, a csavar ennek imbusz feje van. Nem elég, hogy szanaszíja, most már befújtam kétszer ilyen rozsda átalakító szarra. Nem elég, hogy tiszta rozsda, még a feje is szép van verve ott bent. Még várok vele egy kicsit, vagy egy picit lehet, hogy rá is melegítek. Elől is olyan, ott is befújtam, hogy ráteszed a 12-est, és érzem azt, hogy tekerem, és látod, csöppen el róla a rozsda átalakító, hogy igazából törni fog. Na most, ha ez törik, ugye akkor valójában menetet kell bele csinálnom, ki kell szednem, mert ugye tőcsavar van. Itt imbusz csavar van benne, mert itt ez olyan a kipufogó rendszere, ez a kis ilyen kifli van itt, két csavarral fönn van, egy kifli is, ahhoz van hozzátéve. És az vele a fő probléma, hogy hiába teszek most ide neki ilyen speciális szerszámokat, lehet, hogy bele kell vernem egy Torx kulcsot az imbuszba, hogyha egyáltalán megindul. Mert ugye ezt a kipufogót, igazából ez a deckni ki tudna innen borulni, de itt bent, pont a kipufogó, itt pont, itt van benne csavar, amit nem lehet kiszedni, csak akkor, ha lenn van a kipufogó. Ugye mondhatnánk azt is, hogy nem kell leszedni csak a fölsőt, de nem lehet leszedni a fölsőt, mert a két kipufogó egybe van, tehát csak együtt jön le. Tehát ezt igazából nem azt mondom neki, hogy ez a hű, de nagy hibája, persze még egy olajcsere is kell. Megpróbálom, fújkálom, melegítem, hát ha megindul ki be, nem szeretnék menetet javítani. Jó? Annál szerintem ilyen probléma nem lesz, ott is le kell szednünk, ott is ott vannak a kuplungrugók, kuplunglószarok. Ezeket a mai nap folyamán szerintem ma megcsináljuk. Jó? Nem akarom, hogy legyen 5 perc, tehát ez az a légszűrő, hogy a valójában a váz a légszűrő ennél a motornál. És ugye ez a karburátor, ez direkt olyan így van megcsinálva, hogy igazából nem is kell leszedned a karburátort, hogyha csak ilyen olyan problémák vannak, hogy tű, meg fészek, meg ilyen birkaságok. Ugye ezen, erről az oldalról meg ki lehet venni a CV-ket. Tehát fönnmaradhat, mert azt onnan kivarázsolni, elmondom neked, varázsoltunk már nem egyszer, nem kétszer, a szívógumival együtt lehet, itt most sajnos akármi van, itt ki kell cserélni, mert a szívógumi szét van szakadva. Akármilyen szép a motor, hát csak öreg. Na. A következő események. Fiam szerelte le, azt mondja, hogy ez nem volt lent. Tehát ez nem volt egyáltalán lent, tehát ez nem volt szerelgetve. Lehet, hogy állítottak rajta valamit, de nem szerelték le. Most azt fog történni, hogy ugye itt vannak a régi, ezek a farsli gumik. Kap 2 darab újat, éppen takarító van, és hát én meg, hát hosszú cici, hát szopás, érted? Szopás hegye. Na, elmondom, hogy mi van. Ugye, de leülünk, mert ugye ülni meg az a legjobb, állva én nem szeretek szerelni. Szóval az van, hogy az első oldalán melegítettem, nézd ide. Tehát így ezek meg sem mozdultak. Így kijött a tőcsavar, majd ezeket orvosolom. Ugye ott vannak az új kuplungrugók, ott vannak a régiek, ott a régi kuplunglamella, ott az új kuplunglamella. Ugye ilyen a kipufogója ennek a szerencsétlen szarnak. És ugye hát ezt akárhogy tekergettem, már azt hittem, hogy már megindul, már barátok leszünk, de nem a rohadék nyomorult geci láda Yamahája, bazd meg. Érted? Hol vannak a csavarjai? Tessék. Csinálhattam én ebből akármit. Én azt nem értem. Tehát itt van egy ilyen cég, mint a Yamaha. Érted?
Itt van ez a motor. Érted, egyszer nem tudom elképzelni, hogy most gondold el, ez egy hatos, M6-os csavar, kipufogó. Érted? De ide az a szerencsétlen fasz, az a nyomorult hülye. Nem tudott volna legalább tenni egy 8-ast. Most nem arról van szó, hogy be van rohadva, az is törik, azt is eltöröd. De jó, hogy nem egy 3-as csavarral tette fel a kipufogót, bazd. Hogy vertem volna bele a faszomat a szájába. Már bocsánat, hogy így mondom. Ugyanis most mi van? Most elmondom, hogy mi történik. Most vagy az van, hogy hosszú fúrószárral, ugye ezt most megint le kell innen operálnom, hosszú fúrószárral innen megindulok, és kifúrom, mit tudom én, 4-es felessel, és akkor utána teszek bele, megpróbálom, hogy a menetet megmentsük, és akkor két nagyon kemény 12-4-es csavarral visszateszem. Vagy, hogyha nem sikerül, akkor ugye itt megint van két darab csavar, ugye be a izébe, akkor azt onnan bóklászt ki. Azt onnan bóklászt ki, ami be van rohadva. Hát ez van, érted? Ezek igazából, tehát nem a mérnöknek kell szerelni, érted? A mérnök kitalálja, érted? Megálmodja ezt a blokkot, ennek ilyen hengerszögbe kell lenni, tehát álmodik hozzá a másik hülye egy vázat, utána a faszkalapnak azt mondják, hát tegyél rá egy kipufogót, az így kanyarodjon, úgy kanyarodjon, de hogy az, hogy a szereljed, azt, érted? Tehát egy kuplung cseréhez valójában atomraira kell szedned a motort. Érted? És itt még megint elő kell adnunk, remélem ott már nem fog beletörni semmi. Jó? Úgyhogy ez van, úgyhogy ez nem tudunk avval mit csinálni. Ezért van az, hogy ugye nem sírás-rívás, de hát na. Érted? Tehát vannak itt ezek az énekesek, a kiáll a színpadra, lalala, trallala, 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 jó van, mennyi volt? Bejött 10 millió? Oké. Okay. Jaj, Covid van, jaj, gyűjtsetek nekünk pénzt, jaj, nincs, nem tudunk felléti, jaj, érted? Hát ebben volt tele, emlékeztek vissza a Covid-nál. Jaj, Kossuth Díjas vagyok, és nem nincs pénzem, na, érted? Na, szóval... Hihetetlen. Na, mindegy, az a lényeg, hogy igazából az a történet, hogy hát ez is sírás-rívás, mert igazából most gondold el, hogyha ez nem így van megoldva. Érted? Hanem mondjuk arra megy ki a kipufogó, és külön a kettő. Érted? Tehát meg lehetett volna ezt csinálni, csak így adta ki a csávónak az agya, érted? Aki ezt megálmodta. Jó? Hát például, mondom, a karburátorom, most látod itt a karburátor. Tehát ez innen nem tud följönni, mert ott a váz. Ugye, mert a váz a légszűrő. Ezt úgy tudod innen kiszedni, hogy kiszeded ezeket a csavarokat, és így kiforgatod, és egy idő után nagy nehezen ki tud billenni. Ugye? Tetszik itt látni. Ugye, mert fölfele a karburátor nem tudod. Tehát előtte a szívógumikba bele kell tenni a karburátort, becsúsztatni, addig mozgatni, egyesével bekapogatni a csavarokat, figyelni oda, hogy ugye ezekben a szívógumikban van egy tömítés itt, hogy az ki ne vágtázzon, érted, és tömítsen is. Attól függetlenül elmondom nektek, hogy amúgy ezek a kis virgácsok, 35-ös virgácsok, jó kis motorok. Ezen kívül, jó? Csak hát szereljed. Ez meg itt, ez meg egy külön történet, érted? Az egy külön történet, hogy érted, hogy annyi esze volt, hogy nem tudott rátenni egy normális tankot a hülye légszűrő miatt, ugye, mert így találtak ki a vázat, és akkor fogta és a picsád alá is tett még, hogy még avval még van 5 liter, avval még el tudja menni 90 kilométert, vagy 82 és felett. Ahelyett, hogy tett volna egy sokkal öblösebb, nagyobb tankot a ettől, ugye? De ez még semmi, van ennek egy amerikai változata, annak még kisebb a tankja. Na jó van, itt most elszakadt a cérna. Csak munkába, így van. Na, szóval itt van ez a másik verkli. Itt minden gyönyörű szépen lejött, elsőre. Zsipszi-zsupszi. Itt is az van, hogy cserél, tehát itt is kuplung, rugó, ferodó. Tippiri, a karburátor már meg van csinálva. Az mi az? Ezen jött fel a benzin. Te jó Isten, milyen benzin csőbázni. Jó, és akkor mutatok valami mást, kipróbáltuk ezt a motort, ez is megy holnap műszaki vizsgára. Jaj. Tehát
ez a motor is megy műszaki vizsgára. Mi az, amiért kijöttem és megmutatom? Azért, mert ugye ide előre nagyon kemény imbusz csavarokat raktam. Oké? Ide hátulra ugye ki kellett fúrnom. Az alsót elbasztam egy picit. Ugye az volt a nekiindulás, hogy majd 6-ossal. És akkor van nagyon erős 12-es, 6-os csavarom, és akkor avval. De az alsót kicsit elfúrtam, mert miért fúrtam el? Mert hát itten ugye azt nem szedtem le, mert megpróbáltam leszedni azt a kis csonkot, de hát ez egyszerűen úgy bevarohad, hogy meg sem mozdult. De mondom, eltöröm, akkor szedhetjük ki a blokkot. Így van? Mert ott aztán furkálni nem tudok. Úgyhogy inkább azt csináltam, hogy hosszú szárra próbáltam itt furkálni, de mondom, az alsó elment, a felső az sikerült, és akkor az valójában a 6-osból, ugye, akik csináltak már ilyet, a 6-osból 8-as lett. És akkor itt most 8-as imbuzzal, 12-4-es, ami itthon volt legkeményebb, az a csavar tettem bele, jó zsírosan, beindítottuk egyből izé füstölt, itt lefüstölt, összefüstölt, befüstölt, kifüstölt. Alulra is új csavar tettem, jó? Fék bele tálítva, minden meg van csinálva, meg van kendácsolva, föl van gumizva, holnap megy műszaki vizsgára. És akkor itt meg Bence tesz bele egy új benzincsöket, fölteszem rá, összerakjuk. Kérem szépen. Kellett bele tennünk két gyertyát. Két Denso gyertyát tettünk bele. Kihagyott az egyik henger. Megpucoltuk, visszaraktuk. Öreg is volt, de akkor is kihagyott. Mi történt? Új szívógumik. Karburátor rendben lett rakva, ki lett benne cserélve. Úgy jönjük. A pilot csavar elől 4-en van, hátul 6-on. Ugye a hátsó hengernek mindig több üzemanyagot adunk, mert forróban jár. Ki lett cserélve a kuplung rugó, a kuplung lamellák. Lehet látni, hogy itt tőle minden. Zsírral raktam össze az egészet. Ugye itt nem volt vele semmi probléma, itt is minden zsírral, kukorcső, stb. Veszi a fordulatot. Együtt megy. Nem ejti el, teljesen jó a motor. Annyi, hogy szarú volt beállítva, nem volt rajta igazából semmi sem csinálva, ki volt repedezve, elő farsot szívott, érted? Szép ez a motor nagyon. Jó? Fölrakjuk rá a tankot, és akkor valójában ez a moccantól elkészül. Mindenkinek a legjobbakat, holnap jelentkezünk.